részbe bótálják a verbunkot, ha van gyerek alatt, magam fegyver alatt. Kardakoltal a monalovamon, gyerek, menni kölbalambom, az Isten áldjon meg. Béke Csaba reneszánsz lantjátékával és énekével vette kezdetét a Kállai Gyűjtemény legújabb kiállításának megnyitója. A tárlaton különleges tiszti kardok, osztrák lovassági pisztoly, különböző honvéd tölténytáskák és emlékiratok is láthatóak. Érdemes az egyes szabjáknak és kardoknak a háttér történetét is megismerni. Ez egy nagyon ritka fegyver, ez az 1798-as típusú huszárszabja. Ez az önmagában egy ritka dolog, viszont hordoz magában egy olyan dolgot, ami a magyar közmondásokat bővítette, még például a sok van a rovásodon. Ha megnézitek a hüvelynek a gerinc felüli oldalát, látható rajta 4 darab vágás, amit penge éllel csináltak. Ez azt jelenti, hogy annyi ember életet vettek el. Az emlékiratok a Kállai Gyűjtemény tulajdonában vannak, a kardok nagy részét viszont egy magánműgyűjtő birtokolja. Több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött a magyar tárgyak iránti érdeklődésem. Akkor eleinte még pici és apró tárgyakat gyűjtöttem, mint kitüntetés, esetleg kisebb fényképek, és az idő folyamán, ahogy megismertem a tárgyaknak az eredetét, bocsánat, valóságtartalmát, akkor szépen akkor nyitottam a nagyobb és drágább tárgyak irányába is. És hogy ezeket a kardokat, szúróeszközöket és szabjákat hogyan használták, azt a Simonyi Óbester Magyar Szabjavívó iskola tagjai is szemléltették. A fegyverek a magyarság múltjának a részei, amelyeket elődeink gyakran használtak a történelem során, hogy ezekkel vívják ki a nekik járó szabadságot. Erről a kiállítás fővédnöke Simicskó István beszélt a megnyitón. Szép dolog összegyűjteni és a hagyományokat tisztelni ilyen értékek kifejezésével is. Úgyhogy én azt hiszem arról is szóltam itt, hogy Grósz Écsény István azt hagyta hát a többek között minden magyar ember számára, hogy csak addig elég nemzet, amíg van hagyománya. Hogyha nem tiszteljük a múltunkat, a hagyományunkat, nem okulunk a történelmi hibáinkból, akkor bizony-bizony nincs egy nemzetnek nagy és hosszú jövője. Hogyha viszont vannak ilyen kiállítások, vannak értékeket összegyűjtő és felmutató emberek, és ezen keresztül mondom, hagyományokat hoznak elő, és gazdagítják a helyi közösséget tartásban is, szellemiségben is, hívben is, akkor igenis lesz hosszú távon jövőnk. Már a kiállítás megnyitójára is sokan voltak kíváncsiak, nem csak a szakmabeliek és történészek érdeklődtek az egyedülálló tárlat iránt, hanem a fiatalabb nemzedék is. Számukra a kiállításhoz kapcsolódó foglalkozásokat is szervez a Kállai Gyűjtemény. Nagyon szerveztünk erre múzeumpedagógiai foglalkozást, 40 perces interaktív foglalkozásokról van szó. Október 6-án egy tematikus családi napot is szeretnénk tartani, ebben előadás is lesz, illetve szintén múzeumpedagógia, maga a kiállítás megtekintése, de szeretnénk egy a Kállai Gyűjtemény állandó kiállításait is bemutatni a nagy közönségnek. A tanuló csoportok ezeken előzetes regisztráció után vehetnek részt. A közel 100 műtárgyat felsorakoztató kiállítás november végéig látható a Kállai Gyűjteményben.